Hetedik alkalommal találkoztak Szegeden az Akadémiai Bizottság impozáns épületében a pedagógia mérésértékelés kutatói. A műhely sorozatot Csapó Benő, az oktatáselméleti kutatócsoport vezetője indította el 2009-ben. Akkor még egy alkalomra tervezett megbeszélésre jöttek össze a szakterület vezető európai kutatói, hogy a technológia alapú tesztelés aktuális eredményeit megvitassák és áttekintsék, hogy mely területeken tudnak együttműködni. A tanácskozás eredményei arra inspirálták a kutatócsoportot, hogy megszervezzék a következő év találkozóját, ami azután máig tartó évenkénti műhelysorozattá alakult. Az előző években itt voltak a PISA felmérések számítógépes platformját kifejlesztők épp úgy, mint a 2012-es PISA vizsgálat kreatív probléma megoldás elméleti hátterét, feladatait, valamint a 2015-ös PISA számítógépes kooperatív probléma megoldás kereteit kidolgozó kutató. Az idei SZFI fő témái között továbbra is előkelő helyet foglal el annak megismerése, megvitatása, hogy a különböző országok kutatócsoportjai hol tartanak a technológia alapú mérésértékelés fejlesztésében, illetve melyek lehetnek a további együttműködés főbb területei. Ugyanakkor az előző évekhez képest hangsúlyváltás is megfigyelhető. A figyelem az értékelésről mindinkább átkerül a fejlesztésre, a mérések által feltárt problémák megoldására. Az előző években arra fókuszáltunk, hogy hogyan lehet egy jó mérőrendszert kidolgozni. Időközben kidolgoztunk egy új platformot, az első években még az is egy vitatárgya volt, megbeszélés tárgya, hogy milyen egy jó elektronikus platform. Most már látjuk, hogy milyen a jó. Van egy kész rendszerünk, aztán feltöltöttük azt feladatokkal. Az előző években a feladatírás, feladatfejlesztés, skálázás volt a középpontban, azután az egymást követő mérési eredmények összekapcsolása, longitudinális programok, és most, hogy működik a mérőrendszer, az a kérdés, hogy a mérési eredményeket hogyan tudjuk felhasználni a teljesítmények javítására. Nagyjából, ha ez a rendszer a diagnózis, akkor következne a kezelés, a terápia, a problémáknak, a lemaradásoknak a megoldása. A 2015-ös SZFI előadásai már nagyrészt azzal foglalkoztak, hogyan lehet a mérések eredményeit az iskolai teljesítmények javítására felhasználni. Az első előadások nagyobb távlatra tekintettek előre. Azt elemezték, miképpen lehet az új eszközöket az iskola legáltalánosabb céljainak szolgálatába állítani. Segítségükkel a tanulás, a megismerés, a gondolkodás, a probléma megoldás képességeit kifejleszteni. Így a nyitó előadást az értelmi képességek értékelésének és fejlesztésének terén végzett munkáival jelentős elismerést kiváltó Jarkó Hautamäki tartotta. Ő volt az, aki munkacsoportjával kidolgozta a tanulási képességek mérésének és fejlesztésének koncepcióját. Erre a munkára alapozva vált a tanulás tanulása az Európai Unió által is középpontba állított egyik kulcskompetenciává. A Helsinki Egyetem egykori dékánjával és kutatócsoportjával majd két évtizednyi kapcsolata van a szegedieknek. When the world is becoming more and more unpredictable, so if we think education as an insurance, if we know that winter is coming, we can prepare ourselves for the winter. But if the world is coming unpredictable, then we have a problem in school. What kind of qualities, competences, and attitudes are needed to face an unpredictable world? And this is something which may not have been earlier. And that is the general topic for German, Finnish, Hungarian concerns. We are all concerned of the unpredictable world and our deep hope to provide as good education as we can for the children and grandchildren around the world. And this is the reason why we are coming here and we will continue to come. A legtöbb előadásból érezni lehetett, hogy fordulóponthoz érkezett a mérésértékelés.
Az elmúlt 15-20 évben az értelmi képességek fejlesztése terén jelentős eredményeket értek el a különböző országok neveléstudománnyal foglalkozó kutatói. Ezeket az eredményeket azonban nehezen lehetett felhasználni gyerekek tömegeinek mérésére, fejlesztésére. A papír alapú teszteket jól lehetett alkalmazni a pedagógiai kutatásban, de munkaigényes a kiértékelésük, költségességük miatt pedig nem lehetett bevinni a hétköznapok iskolai gyakorlatába. Az új technológia elhozta a fordulatot, amit most már nem csak a mérésekre, hanem a tanulók fejlesztésére is fel lehet használni. A következő fázis az lesz, hogy megnézzük, hogy mit mutatnak a kutatási eredmények korábbról, melyek azok az ígéretes értelmi képességek, amelyeket bizonyos életkorban jól lehet fejleszteni. Most lényegében ebben a két előadásban azt raktuk össze, hogy mit tudunk az értelmi fejlődésről, mely képességek azok, amelyeknek meghatározó szerepük van a tanulás későbbi eredményességében, és melyik életkorban lehet azokat legeredményesebben fejleszteni. Kutatási szinten ezeket már tudjuk, csak most jön annak a lehetősége, hogy az új eszközök segítségével ezeket a teljes oktatási rendszeren ki tudjuk próbálni, nagy tömegbe gyerekek tízezreivel hasznosítani tudjuk. A tesztekkel eddig elsősorban azt mérték, hogy a gyerekek mit tudnak. Az új technológia, a számítógép felhasználása a diagnosztikus méréseknél új megfigyelésre is lehetőséget teremt. Korábban, amíg papír alapon teszteltünk, csak a diákok válaszait tudtuk értékelni. Egyre inkább elterjedt a számítógép alapú tesztelés, fokozatosan elkezdtük felfedezni a különböző technológiai eszközökben lévő lehetőségeket, fokozatosan elkezdtünk különböző képességterületeken is mérni, értékelni, de még mindig a diákok válaszait értékeltük csak. Az elmúlt néhány évben megjelent egy új lehetőség, ugyanis technológiai alapú tesztelés lehetővé teszi azt is, hogy a diákok tesztelés alatt mutatott viselkedését is kövessük. Mit jelent ez? Nem csak a válaszaikat loggoljuk, hanem minden egyes mozdulatot, minden egyes egérkattintást, minden egyes változtatást a teszten, így a metaadatok követése és elemzése teljesen új fénybe állíthatja az eredményeket, és sokkal többet tanulhatunk a diákok képességének a fejlettségi szintjéről és a diákok viselkedéséről. Ha egy rövid időre elhagyjuk a workshop helyszínét és ellátogatunk a Szegedi Arany János iskolába, láthatjuk, amint a gyerekek különböző feladatokat oldanak meg számítógépen. Ezek a másodikos gyerekek például longitudinális mérésben vesznek részt olvasásszövegértésből. Ezek a tanulók természettudományos, pontosabban földrajzi helymeghatározáshoz kapcsolódó feladatokat oldanak meg. Ők pedig nagyon lelkesen matematikából töltenek ki egy feladatsort. Ami összeköti a különböző osztályokat, hogy mindannyian egy olyan számítógép alapú tesztsort oldanak meg, melyet a Szegedi Oktatáselméleti Kutatócsoport fejlesztett ki. Magyarországon egy olyan világszínvonalú fejlesztés történik itt a szegedi műhelyben, aminek én azt gondolom világon nincs párja. A projekt végére remélhetőleg 20 ezer feladatot fogunk már kidolgozni matematika, természettudomány és olvasás területén. Ennek egy részét be is tudjuk skálázni. Ez azt jelenti, hogy ennek egy részét ki tudjuk közvetíteni a projekt keretein belül a diákoknak, a diákok ezt meg tudják oldani, és így mi is meg tudjuk ismerni a feladatoknak a nehézségi szintjét. Milyen képességszintű diákoknak jó, kiknek érdemes kiközvetíteni ezeket. Természetesen nem csak a válaszadatokat loggoljuk, hanem itt is megjelenik a metaadatok loggolás, úgyhogy tulajdonképpen végtelen sok lehetőségünk van, akár a külföldi kollégákkal történő kooperációra is. It is our intent to use the tablets as well as a measuring instrument, so that the children would be given different kind of tasks through the tablets. And among those tasks, there will be also tools developed by the Hungarian cricket team. So Bennos and his team, tasks would be used also in our Finnish studies. Because this new form of having computerized systems, and you have a different task, and then let's say the voice or text, they are separate. So it's relatively easy to translate the Hungarian voices
or Hungarian words into Finnish voices and birds, and then many of your tasks would be available for to be used in Finnish studies. A finn kollégáink abban egyedülállóak, hogy az elektronikus eszközök, infokommunikációs eszközök használatában olyan szintre jutottak el, ami Európában egyedülálló. Most több várost, teljes városok összes tanulóját felszerelik hordozható számítástechnikai eszközökkel, notebookokkal, tabletekkel. Viszont nincs annyi feladatuk és annyi mérőeszközük, amelyekkel ezt optimálisan ki tudnák használni. Úgyhogy az a helyzet állt elő, hogy most mi szállítjuk majd ezekhez az eszközökhez a feladatokat, a teszteket. Nekünk több mint tízezer feladatunk van. Abból kiválogatjuk azokat a feladatokat, amelyeket ők szeretnének használni, és egyszerű az átültetés, hiszen csak a szövegeket kell aláírni vagy alámondani. Nagyjából olyan erőfeszítés ez, mint egy film elkészítése, ami a mi oldalunkon van, és akkor feliratozzuk vagy szinkronizáljuk, ami az ő munkájuk lesz. Tehát hihetetlen mennyiségű munkát ezáltal meg lehet takarítani. Ugyanakkor azzal, hogy összehasonlítjuk a finn és a magyar tanulók fejlődését, megnézzük azt, hogy ők milyen kontextusban tudják ezt használni, az ő fejlettebb információ, technológiai, iskolai környezetünkben, abból viszont mi tudunk tanulni a következő évekre vonatkozóan. A másik nagyon fontos helyszín Európában, ahol élen járnak a technológiai alapú tesztelés fejlesztésében, Luxemburg. Ebben a pici országban az a sajátos oktatási helyzet állt elő, hogy három nyelven folyik a tanítás. Ők olyan rendszer dolgoztak ki, mely ezt a nyelvi sokszínűséget kezelni tudja. A szegedi workshopra évről évre a legnagyobb számú és legfiatalabb csapattal érkeznek a luxemburgiak. Lendületesek, dinamikusak, innovatívak és sok új ötlettel gazdagítják a technológia alapú értékelés fejlődését. Számos kutató képviselte a német neveléstudományi kutatást is. Ők is visszatérő résztvevői a szegedi találkozónak. We are using Tao a lot, as well as our own created, we call it CBA Item Builder, which is an item authoring tool for researchers, students, PhD students to create items which can be fitted in different systems. So Tao is only one approach, and we have similar approaches to deploy items to online assessments on computer-based, also on notebooks, so CAPI, so computer-assisted personal interviews and other deployment strategies. We are my personal field of research is adaptive testing, so I'm here to talk about and to learn about adaptive testing, so the improved assembly of tests according to students' answers. So this is what adaptive testing is about, and we apply this adaptive testing for various number of domains, such as mathematical ability, reading. Our special interest at the DIPF is ICT literacy, which is something like computer knowledge or computer skills. And I'm also involved in a couple of projects where we use adaptive testing for questionnaires, so that may help you to short scales in time, that you can ask fewer questions with the same amount of precision. I'm coming here since the very first workshop 7 years ago. And for me, it's every year an exceptional opportunity to have exchanges about different topics with colleagues from around Europe, sometimes around the world. And it's an exceptional format also. It's not like many other conferences. We have more flexibility, we have more time for exchange and for open discussion, and that's why I'm here every year. And I think these kind of things always take a few years. Then when you start in a meeting and then you create the group, and then the group has to come back a few times before you really kind of start producing concrete outcomes. And this we have come beyond the point, actually I think it was 2 years ago, from my point of view, when I'm talking about the team in Finland now, that 2 or 3 years ago we started the first concrete collaboration acts with the people who are doing here. We're actually doing a lot of common data collection and a lot of research, publish a lot of articles together. And this is developing more and more every year, I think. Eljött a
kemény mag, a SWE kemény magja, vannak kollégák Finnországból, Luxemburgból, Németországból. Itt vannak azok a szenior kutatók, akik immár alapító tagjai a SWE-nek, hiszen minden egyes SWE-n itt vannak, hozzák a tanítványaikat, és tulajdonképpen a legfontosabb kutatási kérdések, amelyekkel foglalkoznak, előkerülnek. Nagyon hasznos a SWE a fiatal kutatók számára is, hiszen bemutathatják legfrissebb kutatásaikat, és egy nemzetközi csapattól kapnak visszajelzést, hogyan tovább, min lehetne változtatni, milyen javaslatokkal állnak elő a disszertációjuk kapcsán. A szegedi workshopokra jellemző egy kötetlen hangulat. Az előadások közben azonnali kérdésekre, válaszokra van lehetőség. Mindenki elmondhatja, mit gondol az előadó által elmondottakról. Itt valódi eszmecsere folyik. Talán ebben található meg az a vonzerő, amiért szeretnek idejönni a világ minden tájáról. Bizonyos értelemben én ezt a SWE-s műfajt jobban kedvelem, ugyanis valóban sokkal kötetlenebb, informálisabb, sokkal mélyebben tudunk elmerülni részletkérdésekbe, mint mondjuk egy szakmai konferencián, ahol sokkal kötöttebbek a keretek. A további előnye ennek a műfajnak az az, hogy itt lehetőségünk van arra is, hogy folyamatban lévő kutatásokat mutassunk be, és így gyakorlatilag információkat gyűjthetünk be ahhoz, hogy hogyan lépjünk tovább, és itt mindig rendkívül hasznos és elgondolkodtató visszajelzéseket kapunk ahhoz, hogy hogyan folytassuk a kutatásainkat, mit lenne érdemes még beemelni, vagy akár ezek azok a pontok, ahol felmerül a másik résztvevőkben is, hogy érdemes lenne esetleg egy közös kutatási projektbe belekezdenünk. I'm actually here for the seventh time, so I'm here every year. The interesting thing about the SWE is really you get the experts around the world in our field. So therefore it's worth coming here every time, simply to exchange ideas, to see what have the others done in the meantime, where are possibilities for synergies. So this is the reason why I'm here every year. In the beginning that was a rather small group, and that was the charm of this workshop. So you could really speak openly about all kinds of topics. So once you have more participants, then you have to introduce at least some kind of a discipline. And it's still this mix of freedom and discipline that is quite challenging. On the other hand, I think that the scope of topics to be discussed became broader. That is a consequence also of the increasing internationalization of the attendance. And I do think that's something to be further developed in the future. And I cannot see SWE disappearing suddenly. It's too challenging. I think this is becoming more and more interesting for me personally, at least because this is a unique opportunity to meet people around the Europe who are working on the same topics in different countries. And this is I think I told this last year as well, and this is very, very important occasion for me every year to come here, because it's not so often that you can meet so many people who are dealing with the same problems and same issues and same ideas that come here and to together think about the things, how we are doing this, and compare and also discuss possibilities for future collaborations, so that we don't need to invent all the things in our countries separately, but we can actually join our forces and do this together. And this is what we are doing here now, right now. So for example, now during the lunch break, we are having a meeting and we are really discussing a practical implementation of a joint project that we are going to do in Finland and Hungary. A SWE az évek során sokféle együttműködésre teremtett lehetőséget. Számos közös vizsgálat, konferencia előadás, tematikus folyóiratszám, könyvfejezet, tudományos cikk született az itt megfogant ötletekből. A SWE 2015-ben sikeresen lezárult. Új kutatási projektek indultak, elkészült néhány cikkvázlat, számos fiatal bemutatkozási lehetőséget kapott, és ismét beigazolódott, szeretnek Szegedre jönni Európa neveléstudománnyal foglalkozó szakemberei. Folytatás 2016-ban. And therefore we are very proud to be called to participate in these discussions. So you have now something again and strongly important thing which there is every reason to be proud of. And we are happy to be able to participate.
projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.